Tánczene, színház, kertmozi, kiállítás, művészeti vásár, dizájnliget és street food csak néhány programelem a 21. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényből, amely a Jambori várral kezdődik. Remélem, hogy mindenki várja a városban, vagy a városnak a nagyon nagy része várja a 21. Kortárs Fesztivál megrendezését. Ugye Borivárban lesz majd a kezdés Jambori néven, és Jambori programmal, Méka Saula Egyesület szervezésében. Május 14-én délután kezdődnek a programok a Borivárban a Méka Saula szervezésében. Gyerekprogrammal, koncertekkel, slam poetrivel is készülnek, vár falait pedig fénnyel festik meg. Két fele van bontva, van a százaszoposodva, meg a tornyoknak a bevetítése. Ezek statikus állóképek, amelyik nagy teljesítményű ívásvetítőkkel vannak, üvegfestmények átéve, és ezek az üvegfestmények adnak úgymond dekorációt. A külső válfonton meg egy mozgókép, vizuál zsoké program lenne, vagy pedig látványvilág. Május 15-től a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ épületében és a Csónakázó tó partjára koncentrálódnak a programok. Az elmúlt években sokat változott a Kortárs Művészeti Fesztivál. 2018-ban kijöttünk az emberek közé, és ezt folytatjuk most is. Most egy új helyszín, igazából ez az újdonság a 21-ben, hiszen a Csónakázó tó partján leszünk, itt lesznek a rendezvények, nagyon sok mindennel készülünk. A Székesfehérvári Művészek Társasága különleges installációkkal készül, szárazföldön és vízen is. Lesz olyan közülük, ami éjszaka fog életre kelni, tehát napközben egy kvázi szobor, ugye egy statikus, elmondom, fej lesz itt kiállítva, viszont éjszaka ezen a felszínen, a fejnek a felszínén a társaságunk tagságának bemutatkozása lesz, és a társaság munkáiból lesz ott rajta egy videóinstalláció. A rendezvényről bővebben tájékozódhatnak a www.fehérváriprogram.hu internetes honlapon.